Vandálok tették tönkre pár napja ezt a Rávágy téren található padot. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársa állította helyre, cserélte ki az utcabútor ülő részét, és festette le a háttámláját. Ennek a városnak ezen részén, meg a többi részén is elég sokszor előfordul sajnos a rongálás, és valóban igen, tehát itt azért több tízezer forintos nagyságrendekről beszélünk ezeknek a javításáról, másfelől meg hát ugye azért idő, mire ezeket legyártjuk, megcsináljuk, tehát igen, sajnos ez elég sűrűn előfordul. Sziládi Viktória azt is elmondta, hogy a Rávágy téren található összes padot ki fogják cserélni a jövő év elején. Itt sokszor, amikor erre jövünk, és látjuk mi is, hogy kijön a vásárlásból az idősebb hölgy vagy úr, megpihenne egy kicsit, tehát azért használatban vannak ezek a padok, de hát ugye sajnos elég sűrű, és a tapasztalat azt mutatja, hogy rongálják őket. És ugye hát maga a környezet is az, amire megint csak nem figyelnek, tehát hogy itt igaz, hogy itt van a hulladékbedobó, de minden, ahogy látjuk, szét vannak dobálva, üvegek, ami szintén csak balesetveszélyes, mert elég sok a kisgyerek is erre. Idén eddig összesen közel 300 padot cserélt ki, újított fel, hozott helyre a Város Üzemeltetési Kft. Kecskeméten. De a vállalat a játszóterekre is nagy hangsúlyt fektet. Most például a Mátyás Kálmán utcai játszótér köré építenek ki egy kerítést, valamint egy térfigyelő kamerát is kihelyeznek. Azért fontos a játszótér körbekerítése, mert ugye idáig nem óvta a gyerekeket itt az út mentén semmi, hogy ne szaladjanak ki, vagy ne történjen baleset, tehát biztonsági okból is nagyon fontos. Másfelől a térfigyelő kamera pedig a rongálások elkerülése miatt fontos, mert itt is előfordul többször, de így azért most reméljük, hogy ez már kicsit ilyen hátráltató erő lesz. A munkálatokkal várhatóan jövő hét végéig készen lesznek. Mindemellett a vacsi közben a Nemesszegi Márta utcai játszótér kerítését már felújították, de lecserélték a Guba Parkban, valamint a Széchenyi városban található dombcsúszdát, illetve a Vadas Parknál található játszótéren az ütéscsillapító kereteket is lecserélik majd.